Rászti Németh Csilla vendégünk itt a Ajkai Média stúdiójában, legyünk nagyképűek. Mielőtt túlságosan nálam ragadna a szó, megkérdezem, hogy hogy van? Köszönöm szépen. Először is köszöntöm a tévénézőket. És azt kell mondjam, most egy kicsit fáradt vagyok, hiszen ezen a nyáron azért komoly feladatok voltak előttünk az óvodában, tehát hogy most akkor azzal kezdeném, hogy... Most ha az óvodát, kezdjük ott, akkor egy óvodát, ugye bezártak a Katica Igen. óvodát, és ettől megnövekedtek a feladatai, persze átszervezés. Hát természetesen át kellett költözzünk, Igen. tehát ki kellett ürítenünk egy épületet. Azért ez, bár én igyekeztem tartani a kollégáimban is a lelket, de valahogy mégiscsak megérint bennünket érzelmileg az, hogy elhagyunk egy épületet, ahol nagyon sok szép szakmai élmény ért bennünket, nagyon sok gyereket neveltek a Igen. kollégáim. Úgyhogy, de hát összefogtunk, és együttes erővel, most már azt kell mondjam, hogy kiürítettük az épületet, átköltözködtek a csoportok a helyükre, azért még vannak feladatok. Most akkor hány óvoda van? Ajkán, amelyik önkormányzati fenntartású? Most öt. Öt óvoda van, tehát hatból lett öt. Így van. És most be kell lakni az új, vagy meg kell szokni az új viszonyokat pontosabban. Igen, ugye azért azoknak a csoportoknak, akik átköltöznek. De igyekeztünk tényleg ebben is odafigyelni arra, hogy a gyerekek a legkevesebbet érezzenek ebből, tehát a csoportok együtt maradtak, és együtt költöznek át óvodapedagógusokkal, nevelőmunkát segítőkkel, és a teljes csoportok átköltöznek a Hétszínvirág óvodába. Hát a pedagógus hiányról beszélnek, ez gondolom vonatkozik az óvodapedagógusokra is, de Igen. itt Ajkán nem hallottam olyan különösebb hiányról, sőt olyan programok indulnak, amit az embernek el is ketté áll a füle. Tehát például az úszásoktatás is elég kemény program, a nyelvoktatás is, ugye az is így működik? Így van. Hát nálunk is jelentkezik természetesen a pedagógus hiány, tehát folyamatosan hirdetünk pedagógus álláshelyeket, de szerencsére, amióta a nyugdíjasokat visszafoglalkoztathatjuk, ugye közalkalmazottként, most még ebben a státuszban, azóta tényleg megoldódott a problémánk, tehát nincsen üres álláshelyünk, de hát azt gondolom, hogy azért ez egy átmeneti megoldás mindenképpen, de örülök annak, hogy vannak pályakezdőink is, tehát két gyakornokunk van, vannak fiatal kollégák, persze értelemszerűen ők megmennek, gyermeket vállalnak, és ugye akkor addig... Szeretik a gyerekeket, nem? Természetesen, és hát azt gondolom fontos is, hogy családot alapítsanak, és saját gyermeket vállaljanak, de ők majd jönnek vissza a rendszerbe. Ez a dolgok természetéből fakad, igen, ugye? Igen. Nagyon örülök annak, hogy azért nálunk egy olyan millió van, hogy a nevelőmunkát segítő pedagógiai asszisztenseket, dajkákat is tudjuk arra ösztönözni, motiválni, tehát azt látják, hogy jó óvodapedagógusnak lenni, és jelentkeznek a képzésre. Úgyhogy jelen pillanatban három végzős óvodapedagógus hallgatónk van, és ketten az idén jelentkeztek a képzésre. Tanulnak tovább. Sopronban, Kaposváros. Sopronban és Kaposváros. De az egyik gyakornokunk Pesten végzett. Most meg kell, hogy kérdezzem, hogy a Tósok Berényt felül az a hír hallatszik, hogy ugye ott a Főegyház megye is indít egy óvodát, az milyen stádiumban van, vagy érzik-e önök majd ennek a hatását itt a városban? Igen, hát ugye ezt már érezzük, és készültünk is rá természetesen. Tudtuk, hogy négy csoporttal elindul ez a katolikus óvoda. Ez érintett bennünket olyan módon is, hogy kollégák is, és gyermekek is mentek át abba az óvodába. És hát ugye ez is volt az egyik apropója, de azért alapvetően, tehát visszakanyarodnék oda, hogy miért is zártunk be egy óvodát, hát teljesen racionális okai voltak. Be kellett zárni. Azért mondom, hogy mi a racionális ok. Azért, mert 850 férőhelyen rendelkeztünk ugye a hat óvodánkba, miközben 700 kisgyerek járt az óvodáinkban, már a megelőző években is. Tehát most tudtuk, hogy azért ez a katolikus óvoda megnyitása érinteni fog bennünket, tehát biztos, hogy megint csökken még a gyermeklétszámunk, és emiatt közben ugye azért emelkedtek az energiaárak, tehát a közüzemi díjaink is, tehát ugye ez is egy ilyen
tényező volt, ami szerepet játszott benne, hogy valóban elférünk bőven öt óvodában is, tehát még így is vannak üres csoportszobáink, tehát tudnánk több gyermeket fogadni. A nehéz anyagi helyzet ugye mindenkire hatáson, említett az energiárakat, de hát mindegy is, mert végül is egy bizonyos összegből kell kigazdálkodni mindenféle feladatot. Rengeteg programjuk van, pályázatokon indulnak, óvodásokat, természetközelségre nevelik, örökös zöld óvodáik vannak. Ezek a programok szenvednek-e valamilyen hátrányt vagy sérülést a közeljövőben, anyagi okokból mondjuk? Nem, semmiképpen sem. Azt kell mondjam, hogy tényleg egy annyira jól összekovácsolódott közösség a miénk. Innovatívak a kolléganőim. A szülők is, nem? És a szülők is, igen, mindenképpen. Tehát a szülők is partnerek mindenben. Én azt gondolom, hogy ha azt látják, hogy tényleg lelkesek a kollégák, tenni akarnak, vannak ötleteik, szeretnének bekapcsolódni egy-egy akár országos programba, akkor a szülők is a segítségünkre jönnek. Tehát lényeg az, hogy segítségük is van, kívülről is van segítségük, és nyilván a saját munkatársaik is ezek szerint mindent megtesznek. Na most ön a Népjóléti Bizottságban is dolgozik, tehát önkormányzati képviselő is. Gondolom ez azért jelent némi előnyt mondjuk a költségvetés alakításánál, vagy nem? Mármint az intézmény költségvetésének az alakításában? Igen, tehát hogy a önkormányzat ugye bizonyos összeget elkönyvít ilyenkor az óvodai működésre. Igen, ebben természetesen ugye megtervezzük a költségvetését az intézménynek, ezt a városi intézmények működtető szervezetével közösen tesszük meg, és aztán a költségvetés tárgyalásra ugye ezt benyújtjuk. Azért itt megvannak a szabályai, tehát ez alól attól, hogy én önkormányzati képviselő vagyok, nem tesz kivételt senki, így van, tehát ugyanazok a szabályok érvényesek a mi költségvetésünkre, mint az önkormányzat többi intézménye. Tehát ebben azt gondolom, hogy egyfajta fegyelmezettségnek mindenképpen kell lennie. Így van. Hát ezek szerint már többször kiderült, hogy ön önkormányzati képviselő, és ez nyilvánvaló, de mint önkormányzati képviselő mennyire látja kézben tarthatónak a dolgokat, mert jó, én foglalkozom társaságkezelésre, és tudom, hogy ez nem egy könnyű dolog sok emberrel egyszerre szinkronban lenni és egyensúlyt tartani. Egy csomó beruházás valósult meg az ön körzetében, sőt, még folyamban is vannak. Ezek sikeresen lebonyolódtak? Gondolok itt a Táncsics utcára, az Alkotmány utcára, Városligetre például. Ezekről mit tud mondani? Én azt tudom mondani, hogy mindenképpen azt látom, hogy fontos a lakókkal való egyeztetés. Tehát, hogy tudjanak róla, hogy aktuálisan mi az a történés az ő utcájukban, környezetükben. Erre meg is van az igény, mind a két részről, tehát, hogy én is keresem a lakókat, a lakók is keresnek engem, tehát többször találkoztunk egy ilyen kis rövid lakossági fórum formájában, akár a Szilvágyi utcából. Még a járvány időszakában is úgy. Úgy tudom, megtalálták a módját, hogy kis csoportban, maszkkal. Így van. Tehát, hogy figyeltünk a szabályokra, akkor pedig ugye a Korányi utcaiakkal, de azóta is volt a Korányi utcaiakkal is találkozásom, beszélgetésem, mert hát azért a Városligetnek a rendezése, ugye az, amikor először csak a földkupacokat látták, azt, hogy az iszap az költözködik a tóból ki, hozzájuk közel, tehát hogy az nem volt egy szép látvány, és akkor úgy kétségbe estek, és hát úgy vagyunk mindennel, ugye, hogy szeretnénk minél előbb rendbehozni, azt látni, hogy már is gyönyörűen. A Táncsics utcai szennyvíz építkezésnél is kis türelemre volt szükség, igen. Vagy önuralomra, hogy elviseljék az ezzel járó. Igen, tehát ugye egy kicsit ott is tolódott éppen a Covid kapcsán az elindítása is, illetve az aszfaltozás, de én ilyenkor tényleg mindig azt kérem, hogy tudjuk, hogy mi a cél, tudjuk, hogy az mennyivel komfortosabbá teszi az életünket, tehát hogy próbáljuk meg akkor azt az átmeneti időszakot elviselni, amíg esetleg nehezebb a körülmény, amíg a végére nem érünk egy-egy feladatnak. Na most az ön körzetében tartozik az Ilona Malom is, ugye régi építmény, próbálják újra
hasznosítani. A város ugye terveket fontolgat, vagy terveztet, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Önöket viszont most idézőben nem zavarja, hogy a város mindenféle terveket forral, de szerveznek ott rendezvényeket, és próbálják akár pályázati támogatással hasznosítani ezt a területet. Ez így lesz a jövőben is? Igen, természetesen. Tehát azt kell mondjam, hogy egy ilyen nagyon jó kapcsolat alakult ki az óvodák és Ládi János tájfutó között, és nagyon lelkesen, tehát ott az Ilona Malom Parkban télen szánkópályát készített, azt próbálhatták ki a gyerekek. Ugyancsak egyszer is már nagyon olvadt a hó, de azt gondolom, hogy ez valóban egy élmény volt a számukra, és hát a tájfutásra is tényleg évről évre tanítja a gyermekeinket, amit nagyon élveznek az óvodások, és hát mi meg fontosnak tartjuk azt, hogy a mozgásra nevelés az tényleg egy ilyen alapvető tevékenység legyen az életünkben. Ugye a Babucsa civil házban például a Bakony Csillagászati Egyesület tarthat rendezvényeket. Igen, ők is. Így van, de tartunk ott tehetségtáborokat, aeróbikos tábor volt, a Te Számítasz Egyesület programokat szervezott, ugyanakkor családi rendezvényeknek is helyet ad a Babucsa Civilház, tehát megtelik élettel rendszeresen. Nem tudom elkerülni versenyt, ami szintén városrészi szintű programokat érint, illetve hát szervezéseket. Nyilván nem az önkormányzat szervezeteket, sőt a legjobb, ha a helyi civil szervezetek aktivizálják magukat. Az ön választókerületében, vagy mondjuk Babucsa körzetében mi a helyzet? Működik a dolog? Mert most olyan keveset hallunk ezekről, nyilván még nem indult be igazán a Malom. Így van. Megkaptuk ugye, hogy mi az ennek az egy évnek a várható programja, milyen feladatokat végezhetünk el, és hát abból majd ki fog alakulni az a sorrend, hogy melyik városrész milyen helyezést ér el. Én próbálom ösztönözni, igen, a baráti kört, hogy kapcsolódjunk be. Ugye volt már két tájékoztató előadás, szemléletformálás, azokon részt vettünk, és hát úgy gondolom, hogy tényleg olyan feladatok vannak, hogy most akár interjút készíteni hétköznapi hősökkel, kiválóságokkal, tehetségekkel, hát vannak nagyszerű sportolóink a városrészben, biztos, hogy meg fogjuk tudni csinálni, sétálni lehet a dombon, tehát tudunk tematikus sétákat szervezni. Néztem, hogy majd a gálán lehet divat bemutatót használt ruhákból, tehát... Igen, hát nőként azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen hozzá tudok járulni, igen, akár ruhákkal, igen, is, illetve tehát meg fogjuk tudni szervezni azt közösen, hogy jeleskedjünk ebben a programban. És hát tényleg tehát meg lesz az abakancs listánk is, amit mindenképpen szeretnénk, hogyha majd a városrészben megvalósulna, hiszen a Szőlőhegyen nagyon szeretnénk egy játszóteret, mert azért vannak kisgyermekes családok, keressük azt a területet, ami úgy valahogy központban lenne, és elérhető könnyen mindegyik utcából. Hát az Ilona Malom felújítás az mindenképpen igen, olyan projekt, amit szeretnénk megvalósítani, hogy annak legyen közösségi funkciója. Tény, hogy azért ott majd türelemmel kell megint legyünk, hiszen a patak meder szabályozás, tehát azok az átalakítások valószínű, hogy egy kicsit tolják ennek az idejét, mire kialakulott a pontos rend, hogy akkor milyen területtel tudunk rendelkezni. Tehát erre mondják, hogy türelem rózsát terem, ugye? Van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm a lehetőséget.